Itt vagyunk, az oly téma volt már a katonai lakások mögött, és látható, hogy bizony-bizony a korlátok, az erkélyek jó része le van pusztulva, viszont elkezdődött valami, hiszen a nyilászárók egy része már ki van cserélve. Fejlesztések Tiszavasváriban című műsorunkat láthatják, és erről beszélgetünk most ők az Oltán polgármester úrral. Nagy tisztelettel köszöntök, és köszöntöm a televízió nézőket. <kül> Igen, elkezdődött valami, de nem éppen most kezdődött valami, hanem néhány évvel ezelőtt, hiszen amikor a polgármesteri tisztséget megkaptam, és a lehetőséghez jutottam, akkor összeültünk ugye a kollégákkal, a képviselőkkel és sok mindenki mással, hogy mi az, ami Tiszavasváriban fejlesztendő, mik azok a feladatok, problémák, amiket meg kell oldani és az egyik ilyen volt a honvédségi lakásoknak a sorsa. Mindaz köztudott, a 80-as években épült ez, a, ez, az épület együttes, és itt ugye katonák éltek, katonák laktak családdal, akik a Hajdunán Estedej laktanyában végezték el a feladataikat, és itt élték minden napjaikat. A laktanya bezárt, az épületek kiüresedtek. Az épület tulajdonjog szempontjából az önkormányzat tulajdonában tartozott, tartozik, a bizonyos lakások is, viszont a bérlő kijelölés jog, az a honvédséget illette. Hosszú éveken keresztül nem lehetett megegyezni a Honvédelmi Minisztériummal a honvédséggel a berlő kijelölési jogról, ami azt jelentette, hogy nem az önkormányzat dönt, hogy kiköltözik be a lakásba, hanem a honvédség. Így ezáltal igazán nem volt kapós ez az épület, ez az ingatlan, és hosszú éveken keresztül csak pusztult, épült le, korhattak el az erkélyek, mellott a vakolat, és ment tönkre menne minden. Ennek anyagi oka volt, hogy nem sikerült megegyezni, mert gondolom ők a minisztériumban nem igen tudták, hogy ki az a kis Jósika, aki igényt tartott a lakásra. Így van, ennek pusztán anyagi oka volt, mégpedig az, hogy a Magyar Honvédség akkor a kezdeti tárgyalásokkor 70%-át kérte volna a lakások értékesítése után az eladási árnak, hogy ezzel váltsuk meg a bérleti jogot. Tehát most mondjuk egy számot, 10 millió forintnál 7 millió forintot kellett volna a Honvédségnek fizetni. Na most hosszú-hosszú tárgyalások után, most jelen pillanatban ezt a bérlőkijelölési jog megváltását, ezt 25%-ra alkottuk le, és így elkezdődhetett a lakásoknak az értékesítése, így számunkra is egy vállalható költség kiadás keletkezett, és azt mondtuk, hogy akkor kezdjünk el értékesíteni, mivel a megállapodás megszületett a honvédséggel. Örömmel jelenthetem, hogy a 14 lakásból, amihez hozzáfoghatunk és értékesít, Tettünk. hármat az önkormányzat megtartott saját magának. Ennek a felújítása ebben az évben, az első félében olyan szinten megtörtént, hogy nyilászáró cseréket megvalósítottuk, és hát elkezdődik majd az erkélyeknek a a felújítása, az oldalfalnak a szigetelése és a tető szigetelés is. De még mielőtt belemennénk a részletekbe, tető szigetelésbe és egyebekbe, mint ahogy említettem, 14 lakásról volt szó. Eddig az értékesítések során 6 lakást el tudtunk már adni tehát kapós mond, és viszik a fiatalok és idősebbek akár befektetésnek, akár életvételszerűen majd itt lakni és itt élni, és két garázs is gazdára talált. Jelen pillanatban meg vannak hirdetve a maradék lakások, tehát én arra biztatok mindenkit, hogy pályázzanak, viszonylag elfogadható áron meg lehet vásárolni, az árak úgy vannak kikalkulálva, hogy a lakások felújítási költség az ebből le van számítva, tehát egy megfelelő, azt mondom, nyomott áron hozzá lehet jutni ezekhez az ingatlanokhoz. Azért is fontos ezzel foglalkozni, aki szeretne vásárolni, mert mint ahogy említettem, elkezdődik ennek az ingatlannak a felújítása. Tavasszal az oldalfalat leszeggatta a szél, ennek az újra szigetelését, újra vakolását és burkolását meg szeretnénk valósítani, valamint a teljes tetőszigetelésre szeretnénk pénzt fordítani, erről már és a testület, hiszen a lakások beásztak, a negyedik emeleten lévő ingatlanok azok egyértelműen, tehát ez mindenkinek kárt okozott, és mindenkinek problémát, hogy a tető nincs jó állapotban. És ahol most állunk és egy picit arrébb is húzódtunk az erkélyektől, az erkélyek kérdése is rendkívül fontos, hiszen egy elöregedett fa korlátokból vagy faelemekből álló RK együttes látható. Ennek a cseréjét az önkormányzat a saját ingatlanjaira megrendelte. 12 erkét ki fogunk cserélni. A többivel kapcsolatban pedig egyeztetések folynak majd a lakókkal, az egyéb ingatlan tulajdonosokkal, akik megvásárolták, vagy akik már ingatlan tulajdonosok voltak, hogy éljenek a lehetőséggel, és alakuljon ki egy egységes épületkép, egy arculat, és társuljanak be ők is ebbe a mi van, nem mennek bele? Én azt gondolom, hogy bele fognak menni, de ha nem mennek bele, akkor a döntésüket el kell fogadni. Viszont a településképi szempontokat nekik is figyelembe kell venni, úgyhogy itt az a osztályunknak a műszaki és kollégáim majd fogják segíteni a, a döntésüket, és elmondják azokat a kötelezettséget és javaslatokat is, amikre azokra vonatkoznak, akik esetleg másféle elkét szeretnének megvalósítani. Beszélve egy kicsit konkrétumokról, tehát hogy átlagárban mennyi. Most egy lakás itt. Tudom, hogy van különféle négyzetméter állapot, mit tudom én, csak azért, hogy legyen összehasonlítási alap, tegnap hallottam, hogy a Kossuth úton az egyik emeletes házban az egyik lakás. 23 millió forintért van most árulva, azért kérdem, hogy lássuk, hogy mit egy lakás. A kossuth lakásnak az állapotát nem ismerem, de gondolom az egy megköltözhető állapotban lévő ingatlan. Itt azért ingatlan négyzetméterben is, ami a honvédségi lakásokat illeti eltérő méretek vannak. Van 51 néhány nézetmétertől 70 nézetméter is, egy is lakás. Állapotukat tekintve viszont azt gondolom, hogy fűtés, technikailag festés, villamos hálózat vonatkozásában te teljes felújítást igényennek. Ennek figyelembevételével történt az ár meghatározása egy ingatlan szakértő által, egy független ingatlan szakértés érték által. Ezek 8 és nagyságrendűleg 11 millió forint között mozognak most, de azt gondolom, hogy egy jó elhelyezkedés, egy jó fekvésű ingatlanról beszélünk. Néhány millió forinttal, de legyen most akkor még egyszer az ingatlan ára, amit mondjuk rá kell fordítani, mondjuk egy 10 milliós esetében legyen még 10-20 millió forint, vagy teljesen full nullosan felújított városközpontban lévő ingatlanhoz juthat majd valaki, vagy lehet majd tulajdonosa. De megvásárolni most 8 és 11 millió forint között teheti. Az újságban is volt, már először a televízióban is ennek a rendjéről, módjáról, hogy, hogy miként lehet, tehát pályáztatva van így van, pályáztatva van az önkormányzat honlapján, a Vasvári Hírmondóban is, de hogyha ezeket nem tudja a vásárolni szándékozó igénybe venni vagy megtalálni, akkor a kollégák szívesen adnak felvilágosítást a pályáztatás menetéről, úgyhogy lehet tájékozódni. Folyamatosan írjuk ki a pályázatot, tehát amint érkeznek be az ajánlatok, jön be a döntés, és újra és újra, újra addig írjuk ki, amíg minden ingatlan el nem fog kelni. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos döntés született akkor mind a honvédelmi Minisztrál mind az önkormányzat részről, amikor ezt az ügyet kézbe vettük, és sikerült megállapodnunk, mert szerintem a város központban nem megengedett egy ilyen épület együttes, tehát ilyen állapotú épület együttes, szerintem a városképen nagyon sokat ront, úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy képviselő segítségével, a kollégák segítségével, a honvédelmi miniszterem hozzáállásával sikerült előrelépni ebben a kérdésben is az elmúlt esztendőkben.